Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk Érden, Pest megye jogú városában, mely egy virágzó kertváros, és mely virágzó kertvárosra rányomja bélyegét a ide urbanizációval bekerülő lakosság robbanásszerű növekedése. Miről is van szó? Hogy az elmúlt évtizedek elhibázott gazdaságpolitikája, társadalompolitikája, illetve vidékpolitikája, valamint a elhibázott és Fidesz által liberalizált építésügyi szabályzat megköti az önkormányzatok kezét. Az elmúlt évtizedek a vidéki társadalom részére nem nyújtottak megtartó erőt. Hogy miért? A munkanélküliség, a munkahelyek hiánya és a vidékfejlesztés hiánya. Ebből kifolyólag a vidéki lakosság fölköltözött az ország fővárosába, Budapestre. Majd mivel az megtelt, új célt vettek irányba, a Budapest körüli agglomerációt. A települések viszont ezt a robbanásszerű lakosság növekedést nem tudják lekövetni, mégpedig a következő indokok miatt. Az egyik a gazdasági gát, ami felmerül, ami az elmúlt évtizedek a kormányzatának megnyírbáló intézkedései következtében nem jut elég pénz, elég bevétel az önkormányzatokhoz. Ugye Érde speciális helyzetben van ráadásul, az elmúlt három évtizedben nem teremtett elég iparűzési adóbevétel, így nem tudja megteremteni azt az infrastruktúrális hátteret, vagy nehezére esik, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a lakosság növekedést le tudja követni. Ilyen például az utak hiánya, a járdák hiánya, a zebrák hiánya, a közvilágítás nem megfelelő, az egészségügyi rendszer fejlesztése, a rendvédelem fejlesztése és a különböző közüzemek fejlesztése, az iskolák és az óvodák fejlesztése mellett. Innentől kezdve gondolkozhatunk el azon is, hogy a társadalmi együttélés szabályait mennyire tudja betartani az az urbanizált közeg, amelyik kiköltözik egy-egy ilyen vidéki agglomerációs településre, ahol ugye a templomban harangoznak, ahol a kakas kukorékol, ahol a kutyák ugatnak. Nem beszélve arról, hogyha hétvégente az emberek szeretnének bográcsozni vagy grillezni, akkor az is esetleg a társasházakba élőket zavarja. Hát nem véletlenül vagyunk itt egy parkban. A környezetre gyakorolt hatása ennek az urbanizációnak a következő lehet, hogy kiszorul a zöld környezet, és helyét átveszi a beton és az aszfalt, így a parkok csak bemutató jelleggel fogják a jövő generációnak mutatni azt, hogy hogyan is nézett ki az erdő, hogyan néztek ki a rétek, a fák és a virágok. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja az, hogy amennyiben április 3-án megfelelő erővel kerülünk be a Magyarországgyűlésbe, úgy a következő pontokat megreformáljuk. Gazdasági oldalról, vidékfejlesztési oldalról és az építési szabályzat oldaláról. Célunk az, hogy a vidék megfelelő megtartó erővel bírjon. Állítsuk meg együtt a Fidesz kormány elhibázott gazdaságpolitikáját, társadalompolitikáját, vidékfejlesztését, és teremtsünk új építési szabályzatot.